nem akartak szavazni, ezért ismét kivonultak a közgyűlésről az ilyen-szexár tagjai közül többen, pedig fontos témáról kellett volna véleményt nyilvánítani. A Tolnai megyeszéken ugyanis a 8 éve érvényben levő parkolási díjakat korrigálni kell jövőre az elszálló pénzromlás miatt. Sajnos infláció van. Tehát infláció van, az árak emelkedtek. Azon kívül például a szexári parkolási díjak azok kimondottan alacsonyak voltak eddig. 8 éve nem nyúltunk a parkolási díjhoz. Lehet azt mondani, hogy hiba volt, de egyszer meg kell tenni. Ezért jövőre a parkolási díjért óránként 400 forintot kell majd fizetni a belvárosban. Ez akkora összeg, amekkorát a hasonló nagyságú településeken is elkérnek ezért a szolgáltatásért, és nagyjából fele annak, ami az adóhatóság szerint indokolt lenne. Zaják Rita javaslatára a jövőben a befolyó többletből a tervek szerint a korábbinál több forrás jut majd a már meglevő parkolók karbantartására és felújítására. Azt kértem, hogy a bevételből, ami a megemelt parkolási díjakból származik, mindenképpen fordítsunk nagyobb összeget a meglévő parkolók rendben tartására és rendbetételére. A piaci díjak is emelkednek némileg, infláció követő mértékben. Ezentúl ugyanis a kihelyezett ládákért is fizetni kell. Azok ugyanis gyakran sokkal több helyet foglalnak el, mint amennyit az eladók bérelnek. A befolyó pluszköltségből fejlesztik az elárusító teret. 10 millió forint fölötti az árajánlat, ami érkezett, ez egy acél sodronyos háló felszerelése, amivel meg tudjuk akadályozni, hogy galambok az oszlopok környékére üljenek, a többi helyre pedig a hagyományos vagy klasszikus tüske, amit látunk több helyen, ezek lesznek kihelyezve, és hát reméljük erre fedezetet nyújt a díjemelés. Szexárdon idén a tervek szerint már nem tartanak közgyűlést, a következőre várhatóan 2023. januárjának második felében kerül sor.